Szombat van. Tudjátok, hogy mit jelent ez? Elkezdődött a könyvkemping. Eddig még nem sokat olvastam. Még éjjel kezdtem neki az emberek legtitkosabb emlékezetének, és abból olvastam egy kicsit. Nem nagyon sikerült még ráhangolódnom a könyvre, de ma majd, ha tudom, akkor folytatom, ez a terv, és kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Most megyünk rátenni könyveket. Majdnem 7 óra van, este, és még nem nagyon olvastam semmit, ugyanis egész nap egy bizonyos ágyneműt hajkuráztunk különböző Aldikban, mert bevásárláskor találtunk egy ilyen gyönyörű, katicskor jellegű, fodros, fehér ágyneműt, és hát szerettünk volna belőle kettőt, és nem volt. És aztán elmentünk egy... Fölhívtam őket, és azt mondták, hogy az egyik üzletben van, egy csomó, de nem volt egy darab se. Meg mondták, hogy egy másik üzletben is van, és akkor átmentünk oda, és egy darab volt belőle. Úgyhogy nagyon örültünk, de tényleg ráment a nap körülbelül. Úgyhogy most majd bele kell húznom, hogy tudjak haladni a könyvvel. De előbb még csomagot fogok bontani. De ezt majd egy másik videóban fogjátok látni. Majd így itt lesz. Olyan 40 oldal után végre elkezdett berántani az emberek legtitkosabb emlékezete. Nagyon tetszik a stílusa, meg a mindenféle témákban, amikor belemegy egy ilyen hosszabb gondolatmenetbe, és amilyen dolgokat kihoz belőle, és valahogy annyira zseniálisra sikerült a fordítás is, hogy olyan játék van a szavakkal, ami nagyon-nagyon hatásos. Úgyhogy nagyon tetszik. Ennyit setlistám benne eddig, pedig én nem nagyon szoktam, és valószínűleg többet is tudtam volna, csak nem akartam, hogy az egész könyv tele legyen. Most viszont már nem érzem nagyon úgy, hogy lenne agyam hozzá, de egyébként nagyon kíváncsi vagyok rá, szóval ez most ilyen nehéz, ez ilyen nagyon kettős dolog, hogy olvasnám is, de szeretném rendesen fel is fogni. Viszont emiatt most így későn még neki kezdek a Csontvárinak, ami ugye ahhoz a ponthoz illik, hogy egy festő, vagy hát festészettel foglalkozó könyv, és ez egy képregény, és nagyon rövid, úgyhogy lehet, hogy így egyben el is olvasom. Tegnap este befejeztem még a Csontvárit, nem tartott sokáig, de annyira nagy hatással volt rám, hogy nagyon-nagyon meglepődtem ezen.
nem voltam annyira lelkes ezért a ez iránt a könyv iránt, mint amennyire megérdemelte egyébként így utólag. Egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy 70 oldalban, mert körülbelül ennyi ez a kis képregény, hogy lehet ennyire jól bemutatni egy festőnek az életét. A szerző azt a módját választotta ennek, hogy leginkább érzésekre fűzi fel a történetet, az elmagányosodás és meg nem értettség áll a középpontban, ami az egész életét jellemezte Csontvárinak. Én nem sokat tudok róla, azért ismerem egy kicsit jobban, hogy mi volt az ő életében így a háttérben, mert volt egy előadás Pécsen, a Pécsi Nemzeti Színházban, az Elveszett Csontvári című, ami az ő életéről, illetve a jelenben pedig egy műve, egy titokzatos műve utáni kutatásról szól. És ebben tudtam meg, vagy hát azt hiszem ebben tudtam meg, hogy ő életében egyáltalán nem volt elismerve, és hogy gyakorlatilag a szerencsének köszönhető, hogy ma ismerhetjük a műveit, mert megtalálták ilyen tekercsekben, és éppen meg tudták akadályozni, hogy kidobják őket gyakorlatilag, és ezt le is írja egyébként a könyv a legvégén. Ilyen szempontból lehet, hogy érdemes azt előre venni, nem tudom. Az elején van egy rövid kis összefoglaló arról, hogy ő igazából egy patikus volt, aki nagyon későn jött rá arra, hogy a festészettel szeretne foglalkozni, és ez egy látomás miatt következett be, mert hogy az volt a látomásában, hogy ő lesz a legnagyobb festő, és erre tette föl utána az életét, és 41 éves volt már, amikor egyáltalán tanulni kezdte a festészetet, és a képregényből kiderül, hogy az elején tényleg nagyon az alapokról indul, de egyszerűen annyira elhivatott volt, és annyira a fejébe vette, hogy ő ezt meg fogja tenni, hogy annyit dolgozott, hogy elérte azt a szintet, amit végül mi ismerünk. Ennek ellenére a korábban egyáltalán nem ismerték el, és nagyon sokszor a gúny tárgyává vált, de nem adta fel, viszont az egész életét erre tette fel, tehát onnan indulunk a történetben, hogy a Csontváry a halálos ágyán magányosan, elszegényedve tekint vissza a múltjára, és nagyon érdekes olyan szempontból a képregény, hogy nincsenek nagyon benne párbeszédek, sőt, talán egyáltalán nincsenek, és minden oldalon talán ilyen egy-egy mondat van, amit a festő narrál saját életére vonatkozóan, és hát egyszerűen csodálatos, ahogy összeáll ez az egész érzelmileg, szimbolikájában, mert hogy látunk egy olyat, majd megpróbálok bevágni erről a képet, ahogy ő azt látja, hogy a kezéből egy kis magocska és egy kis növény így kisarjad, és ahogy eljutunk a végére, és kiderül, hogy ez hová vezet, az annyira katartikus, hogy nekem nagyon kellett sírnom rajta, és nagyon ajánlom mindenkinek, aki szereti Csontváry festményeit, vagy érdeklődik a festészet iránt, vagy bármi iránt annyira elhivatott, mint amennyire a festő volt. Úgyhogy nagyon csodálatos volt mindenkinek, nagyon tudom ajánlani. Sziasztok! Ma már hétfő van, és nem sokára indulok dolgozni, és most olyan leszek, mint egy lifestyle vlogger, és megmutatom, hogy mi van rajtam Niki segítségével. Szereztünk mindenféle subscription boxos, hát nem könyveket, mert most, hogy nem vásároltunk annyi könyvet, hogy nem, az történik, hogy egy csomó könyvekhez kapcsolódó cuccot vásárolunk.
Igen. Szóval szereztünk egy csomó ilyet, vásároltunk. Tünde hozta el, és de így egy dobozban vannak. Zsuzsi nővérétől, Vikitől vették ezeket. Lássuk, mi van a dobozban. Legújabb dolog. Mert ez egy olyan fantasztikus dolog, hogy előeszköz készlet. De nem akármilyen. Hanem... Szóval, hogy ilyen... Ilyen hobbitos. Hol van a vége az acskóra? És amúgy is gyönyörű, mert nagyon... Nagyon meg... Nem, mintha lenne. De hogy ez még, hogy hobbitos is. És akkor még van egy kés. Ami... Nagyon egyszerűséggel. Megvan benne. Mondjuk, nem mintha tudnék chopsticks lenni, nem tudom, hogy tudsz-e chopsticks lenni, de utána ezzel lenni, mert fém a fémben. A hajunkba tűzsz egy kis, amelyek. Már tök jó, és nem törik el a fém. És egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon dobozkában van. Csodálatos. Piknekekre kiválóan alkalmas. Van itt egy övtáska. És bookitörzös. Ez nem a miénk. Ez nem a milyen keszemmelé. Csak átvettük neki. Szia, buba! Nagyon izgalmas. Ó, így már emlékszem, ez nagyon szép. Ez egy ilyen kis táska, aminek ilyen nagyon szép mintája van. Nem tudom, hogy ez kapcsolódik-e valamelyik fandomhoz, és hogy igen, akkor mihez. De igazából ilyen összeszercélzattal vettem. Na, a következő az egy kártyatartó. Mármint van. És etikusoknak egészen más jelent. Szóval nem is így jelzekre kezdeni. Az van rajta, hogy nem fogok lenni több könyvet. Hazudós! Ez mi a szarából, a szereti könyvből a hazudós macska. Ne nézzük, mi van még itt. Van itt egy sár. Ami azt hiszem, hogy a... Medve és a csalgány? Ahhoz. Északi erdő legendája, vagy valami ilyesmi? Szóval ez egy nagyon-nagyon szép sár, mert ilyen nagyon-nagyon szép mintája van. De mivel nem annyira hordunk ilyen mintás dolgokat, akkor azon gondolkoztunk, hogy... Mert láttam rá példát, hogy valaki szintén így használta fel, hogy azt, hogy fog magad használta fel. Úgyhogy még lehet, hogy majd. De amúgy annyira puha. És az utolsó dolog, ez egy ilyen könyvrendszerező táska, azt hiszem ilyesmi a neve. Ami meg nagyon-nagyon tetszik a dizájnja, mert ilyen kúzi olvasó fickót ábrázol. És... Ó, oh, van egy cica! Ott van egy cica. Ó, oh, és a belsője is. És azt terveztem, hogy majd az ilyen tibiárjaimat, vagy hát az ilyen hamarosan ezeket fogom olvasni. Meg amik az ilyen havi polcaimon vannak, amiket amolyan szoktam nézegetni, mert nagyon szeretem nézni, hogy ezeket fogom olvasni hamarosan, na azokat belepakolom, és akkor nézhetem fizikálisan, hogy ezeket fogom olvasni hamarosan. Ez a tervem. Thank you.
még, de továbbra is nagyon élvezem. Viszont rengetegszer felbosszant a könyv, de ez a célja, ugyanis nagyon sokat foglalkozik a rasszizmussal, mert hogy a könyv ugye arról szól, hogy van egy fiatal szenegáli férfi, aki író, és kutat egy mű után, amit szintén egy szenegáli szerző 1938-ban írt, akiről nem tudunk semmit, nem lehet fellelni róla semmi információt, és a művét, ami az egyedüli műve volt, ezt kivonták a forgalomból, és gyakorlatilag eltüntették belőle az összes példányt, és próbál utána nyomozni. A korabeli kritikák, meg visszhang, amit kelt, az viszont tele van olyan rasszista megnyilvánulásokkal. Például megkérdőjelezi, hogy egyáltalán egy fekete, egy afrikai származású író képes lehetette ilyen művet megírni. Teljesen. Illetve, hogy volt akkoriban egyfajta elvárás, hogy ha egy fekete szerző ír, akkor annak mit kell tükröznie, hogy azt az exotikumot, ami az afrikai kontinenssel kapcsolatban az emberek fejében élt, azt kellene visszaadni, azt a vadságot és misztikumot. Tehát gyakorlatilag elvárást támaszt afelé a közönség, hogy mit írjon az író. És ez a másik téma, amivel nagyon sokat foglalkozik a könyv, hogy mi az irodalomnak a célja, milyen a jó irodalom, és ez is nagyon, nagyon izgalmas, nagyon sokféle gondolat van ezzel kapcsolatban, ami nagyon érdekes. Este van, nemrég értem haza, és nem sokára kezdődik Eszti csatornáján egy YouTube read-in, amiben én is részt fogok venni, és ott tovább fogom folytatni a könyvet, úgyhogy most legalább lesz időm olvasni. Most ért véget a reading, és ezzel le is zárnám ezt a videót. Úgy terveztem eredetileg, hogy kettő részletben fog kimenni, de aztán rájöttem, hogy végül is lehetne három rész is, mert akkor nem lesz olyan hosszú, és ezen kívül a hétvégén valószínűleg elég sok minden lesz, és akkor annak így szeretnék egy nagyobb részt szentelni.
köszönöm, hogy velem tartottatok, és hogyha érdekel titeket a következő vlog, akkor gyertek vissza, illetve iratkozzatok fel, és akkor kaptok róla értesítést. Addig is jó olvasást, jó kempingezést, sziasztok!